Sziasztok! Elég régen volt videó, úgyhogy ne haragudjatok. Viszont most hoztam nektek egy mosipelusos videót, úgyhogy érdekel titeket, akkor mindenféleképpen tartsatok velem. Először is meg szeretném köszönni, aki felköszöntött születésnapon, nagyon szépen köszönöm. És akkor kezdjük is a videót. Ebben a videóban a mosipelusozásról lesz szó. Én nem vagyok szakértő, csak egy-két hónapja kezdtem el mosipelusozni. És az eddigi tapasztalatomat szeretném veletek megosztani. Nekem kétfajta pelenkám van. Van egy ilyen, ez a kínai zsebes. Ez több méretes állítható. És van egy ilyen pelenkám. Ez a combszárnyas pelenka, a Popol is Mosi Popótól van. Ezt már mutattam nektek Instagramon. És ezt teszteléssel kaptuk. Úgyhogy ez a kettő típusú van nekem most, de majd szeretném úgy beszerezni párat. Úgyhogy csak egyelőre megnézem, hogy mennyire jó nekünk a mosizás. Ehhez a pelenkához kaptam egy betétet, ami sajnos mosás alatt volt, úgyhogy még vizes. Így ilyen állapotban tudom nektek megmutatni. Ez ugye bambuszos, jó vastag az anyaga, szóval jó sokat bír. És akkor meg is mutatnám a pelenkákat, amik vannak. Ugye akkor ezt a kettőt már mutattam, és van még egy ilyen típusú pelenkánk. Ugye nekem kislányom van, de ezeket a pelenkákat, ezeket a kínai pelenkákat, ezt használtam, vettem, úgyhogy ugye csak tesztelésre, szóval majd még beszerzek lányos pelenkákat. Ez van. És ugye ide kell berakni a betétet. Aztán van még egy ilyen sima szürke. Ez is zsebes. És van ez. Ez pedig ez is ilyen kínai márka szerintem. Ez is zsebes. És akkor megmutatom, hogy nekem milyen betéteim vannak még pluszba. Ugye van egy ilyen a bambuszos, viszont ez, meg ez, hát van köztük különbség. Ugye ezt a Popol is Mosi Popótól kaptuk, és eléggé vastag, meg jó neszívó. Ez pedig eléggé vékonyabb, de ugye ez is bambuszos. És van ez a pamut. A pamut az hamar beszívja magába a nedvességet, viszont nem sokáig tartja bent. Ezért kell a bambuszos, ami lassabban szívja be, de sokáig bent tartja. Úgyhogy ezek vannak. Nekem igazából jelenleg most itt nálam, hát a bambuszosból van ennyi, az kérem szépen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, és a pamutból, ha jól mondom, hogy ez pamut, abban most jelenleg itt van 3. De ugye beleraktam még a pelenkába, és szóval itt is van. Nem 100%-osan mosizunk, mert éjszakára eldobhatós pelenkát adok rá. A bambó pelenkát használjuk éjszakára. Meg hogyha elmegyek valahova, akkor is eldobhatós pelenkát használjuk, szóval nem 100%-osan használok, mivel mi, aki ismer minket, azt tudja, hogy elég régóta küzdöttünk a pelenkákkal, mert nagyon sok pelenkánál átáztunk, és a bambó pelenka az az egyetlen egy pelenka, amiben nem áztunk át, és éjszaka is kibírta, mert nagyon sokszor fölkelt éjszaka, hogy tiszta víz volt, tiszta bisi volt a gyerek, és szegényt át kellett öltöztetni, aztán megint elaltatni, szóval örülök, hogy azon a korszakon már túl vagyunk. Hogyha használtam veszel mosipelust, akkor érdemesebb egy ilyen tisztításon végigmenni, szóval van olyan pelenka, ami ugye egy idő után már nem annyira neszívó, és erre vannak ezek a bizonyos fehérítő sok, nekem már nem sok van benne. Nem pont ettől a márkától, például nálunk az Európa Millibe is van, ott is lehet venni ilyen fehérítő sót, és ez visszahozza az eredeti állapotát, az eredeti neszívó képességét.
Szóval, hogyha nem annyira lenne szívó a pelenkád, akkor érdemesebb egy ilyet venni. Mosásnál mindenféleképpen ügyelni kell arra, hogy 60 fokon most a pelenkákat, és ne víztakarékosan, és legyen egy előblítésed, mert hogyha víztakarékosan mosod, mert ezek a mai mosógépek általában víztakarékosak, és akkor ugyanabba a vízbe forgassák végig a pelenkákat vagy a ruhákat, így hát nem tesz annyira jót. Érdemes inkább egy előöblítéses programot beállítani, és úgy mossa ki 60 fokon, és akkor tényleg nem a pisiben meg a kakiban forgassa végig a pelenkákat. Vagy használtunk még mosószódát is. Az a lényeg, hogy nem szabad használni se öblítőt, se mosóport, se ilyen klóros dolgokat. Például az öblítőben is szilikon van, és attól nem fog jobban szívni a betét, éppenséggel az ellenkezője, hanem ázni fog tőle, így nem nagyon szabad ezeket használni, semmilyen ilyen klóros dolgokat se szabad használni a pelenkáknál, meg a betéteknél. Érdemesebb környezetbarátabb dolgokat beszerezni, amivel tudod mosni a pelenkákat, például van ilyen tisztító szappan is, ilyen DMS, vagy például van ez a Miofresh, ez a pelenka fertőtlenítő, szóval igazából ebből is nagyon sok fajta fertőtlenítő és mosibelusos tisztító van, úgyhogy érdemesebb körülnézni, hogy kinek mi válik be. És akkor most beszélnék igazából arról, hogy nekünk melyik pelenka vált be, és melyik kevésbé. A legelső pelenkám az ez volt, ezt kaptam a családban, és először csak szemeztem vele, nem is gondoltam, hogy én mosizni fogok, de aztán kedvet kaptam hozzá, és ehhez csak egy pelenkám volt, szóval nem volt hozzá betétem, és ugye ide kell belakni a betétet. Én kettő betétet szoktam belakni, ugye egy bambuszosat és egy pamutot, és akkor így tovább bírja a pelenka. Ez a pelenka is általában 2 órát bír. Hogyha átázzik a baba, akkor ott valami probléma van. Vagy a betét nem jó, vagy a pelenka fazonja, szóval érdemes kísérletezni. És akkor én belerakok ide 2 darab betétet. Lehet kívülre is rakni, de igazából nem nagyon van jelentősége. Hát végül is annyiban van jelentősége, hogy ha kívülre rakod a pelenkát, akkor lehet, hogy jobban ki fog fogyni a... Bocsánat, hogyha kívülre rakod a betétet, akkor lehet, hogy jobban ki fog fogyni a combjánál. De érdemesebb kísérletezni, hogy kinek mi a jó, és akkor ugye beleraktam a pelenkát, és akkor ugye itt lehet állítani a méretet, ezért több méretes, bárhova patentolhatod igazából. És ugye így például. Úgyhogy ez volt az első pelenkám. Utána vettem ugye ezeket a pelusokat, ami hát fiúkészlet, de igazából jelentősége nem sok van. Úgyhogy ezeket kezdtem el használni, és ehhez kaptam ugye betéteket is, aminél én úgy vettem észre, hogy nekünk 2 darab betét kell bele, egyel nem bírok ki 1 órát se, 2 minimum kell, és én ugye bele szoktam rakni a pamutot és a bambuszosat. Éjszakára nem mertem még ráadni, mert azért nem hinném, hogy kibírja a 8 órát, de lehet, hogy kibírja, én még nem mertem ráadni, igazából csak napközben szoktam ráadni, és igazából én egy ilyen pelenka. És akkor itt van a pelenka, a másik fajta, ez itt ilyen tépőzáras. Ezt a pelenkát saját kezüleg készítették a Lettinek, és bár milyen mintát lehet kérni, igazából a fazont is te mondod meg, hogy milyen legyen. Én ezt választottam.
Nagyon sok szép minta van, úgyhogy érdemesebb ellátogatni az oldalukra, mert tényleg nagyon szép mintákkal tudnak pelenkákat csinálni, nekem ez tetszett meg a legjobban. És akkor meg is mutatom ezt a pelenkát. Ugye ennek itt van egy ilyen zsebe, meg itt csónakosnak is szokták hívni, de lehet, hogy hülyeséget mondok. És ugye itt van ilyen rétege, és kívül pedig ilyen. Itt meg van egy kis plusz réteg, hogy ugye ott ne folyjon ki a pisi, mert hát itt nincs. Úgyhogy ebbe is bele szoktam rakni kettő darab betétet, és úgy szoktuk kibírni ezt a 2-3 órát. Én minden pelenka cserénél másikat adok rá, sose adom rá ugyanazt. Lehet, hogy csak pisis, én nem adom rá. Szóval gyakran mosom a pelenkákat. És ez a pelenka, ez egy egyméretes. Ahogy mondtam, 9 és 15 kiló között használható, ez egy L-es méret, és nagyon jól passzol a lettire, szóval nem egy ilyen pelenka. Nekünk ez a típusú vált be, viszont ugye ezt, hogyha nő a gyerek, akkor általában mindig újat kell venni, szóval ebből többet kell beruházni, ebből elég párat. Igaz, minden baba más, szóval valakinek pont ez a típusú jó, valakinek meg az egy méretes, szóval ezt is ki kell tapasztalni. Én azt vettem észre, hogy nekem ez a típusú pelenka jön be, az egyméretes. Ennél a típusunál néha nagyon vágja szegénynek a combját, vagy éppen a hasát, és nem tudom úgy begombolni, hogy jó legyen. Szóval, hogyha nagyon begombolok, akkor szoríts, hogyha pedig egyel visszaveszek, akkor pedig hát ott kifolyik a pisi, szóval nekünk ez a típusú nem annyira vált be. Van, hogy kibírja a 2-3 órát, de elég gyakran ázunk ebbe, úgyhogy nem ez lesz a mi pelenkák, nem mondom, hogy rossz, csak ez nem a mi méretünk. Még lehet az is baj, hogy mint a másik fajta eldobhatós pelenkánál, gyorsan találtam meg a nekem tökéletes pelenkát, mindig olyan pelenkák váltak be, így utólag is nézve, aminek ilyen hosszította, hát így értitek, így hosszabb, mert ez ugye nem annyira. És lett eléggé magas is lesz, úgyhogy nekünk ez a típusú vált be, de ezt is ugyanúgy használjuk, csak kevesebb ideig hagyom rajta. És szerintem egyelőre ennyi is lenne. Ja, még egy valami. Ugye szoktak ilyen kaki felfogót ajánlani, hogy lehet hozzárakni ugye a betétbe, vagy a pelenkára, és én még nem vettem olyan kaki felfogót, meg nem is néztem még igazából, hogy mennyibe kerül, de az előző videóban említettem, hogy érdemesebb ilyen popsitörlőt használni. Ezt ki lehet mosni a mosógépbe, semmi baj nem lesz, úgyhogy megmarad ilyen állapotban. Szóval ezt is újra lehet hasznosítani, és csak rárakod a pelenkára, vagy éppen a betétre, és felfogja a kakit, vagy a nagy részét felfogja, mert van, amikor tudnak csodákat is tenni a kisbabák, amikor az elég egész pelenk olyan, szóval nagy részét felfogja, ezt ugye újra lehet mosni, de akkor ki is dobhatod, szóval attól függ, hogy mennyire akarsz ilyeneket is pluszba még ugye mosni, de mondom, semmi baj nem lesz, és érdemesebb ugye kiszárítani. Egy olyan 1-2 óra alatt meg is szárad, és utána már lehet is használni. Kaki felfogónak én ezt használom, még a rendes kaki felfogót még nem használtam. De nekünk ez bevált, egyet szoktam belerakni. Nagyon-nagyon ritkán kettő, de inkább egyet szoktam belerakni. És akkor szerintem ennyi lenne már a videó, szerintem mindent elmondtam, mindenféle pozitív véleményt meg
tippeket, tanácsokat szívesen fogadok tőletek, mert ugye én is még kezdő vagyok, de próbálkozunk. Úgyhogy mi nem 100%-osan vagyunk, most is sok csak félig, de egyelőre tetszik, meg nagyon szép készleteket például össze lehet vásárolni, és tényleg lehet, hogy függővé válik miatt az ember, mert nagyon jók, meg szépek ezek a pelenkák, mint egy eldobható pelenka, ami natúran van. És a mosi, még annyit elfelejtettem, hogy a mosi balusnak eléggé sok érve van, mert első érnek szokták felhozni, hogy ugye környezetbarátabb, igazából csak ezt egyszer kell megvenni. És még egy ellophatós pelenkát, hát havonta egyszer, kétszer minimum meg kell venni. Én a Lettivel, amikor csak ellopható pelenkát használtunk, hát havonta kétszer kellett vennem, és azért, amíg a gyerek szobatiszta nem lesz, azért az elég sok pelenka. Viszont egy ilyen mosható pelenka, attól függ, hogy nektek melyik válik be. Van az 1000 forinttól a 10, nem tudom, nem akarok hülyeséget mondani, mert nem néztem még így a felső határokat, de vannak nagyon drágább pelenkák is. Viszont ha azt nézzük, hogy ezt csak egyszer kell megvenned, az pedig hát havonta, két havonta, akkor igazából bőven megéri. Érdemes kitapasztalni, hogy melyik a jó, kinek melyik válik be, szóval ne vásárolunk előre egyfajtából sokat, hanem próbáljunk fajtánként egy pelenkát venni, hogy melyik válik be velünk, melyik válik be nekünk, és amelyik beválik, azt kell hosszú távon igazából venni. És ez jó, pozitív érv, mióta mosizok, elég sokszor megkapom azt, hogy majd ki fog pattogni a popója, meg kell venned ilyen drága krémeket, hogy bekend, jobb az eldobhatós pelenka. Pont, hogy az eldobhatós pelenka az, ami pirosodást okoz a popónál, mert ugye alapból egy nedvszívó, és ugye minden nedvességet elszív, tehát a popó ezért szokott kipirosodni, és ezért kell venni azokat a drága krémeket. Nagyon sokan tévedésben vannak, nem a mosipalustól lesz piros a gyereknek a popója, hanem az eldobhatós pelenkától. Van olyan, hogy valamire allergiás a baba, és azért pirosodik ki a mosipalusozásnál, viszont akkor váltani kell mosószert, vagy jobban ki kell mosni a pelenkát, nehogy baktériumok legyenek benne, ugye? Úgyhogy ezért kell 60 fokon mosni őket, és nem víztakarékos programon, hanem előblítéses programon. Az előző videómban viszont említettem, hogy az a hátránya a mosipadusnak, hogy alapból ilyen nagy csomagot csinál. És hogy az eldobható pelenka nem csinál ekkorát. És így használat után rájöttem a saját magam hülyeségére, mert hogyha nézzünk egy megtelt eldobhatós pelenkát, ami nagyon pisis, hát az elég nagy csomag. És ezek a mosiparusok azért akkora csomagot nem csinálnak, mint egy ilyen tényleg megtelt pelenka, ami tele van pisivel. És még egy utolsó észrevétel, szerintem ezek a pelenkák sokkal szebbek, mint egy eldobható pelenka, úgyhogy nekem igazából ez lenne a véleményem ezekről a pelenkákról. Még lesz róla videó, mert minél többet használom, annál jobban fejlődök én is, szóval ez egy nagyon alap kis videó volt róla, de már szerettem volna nektek erről egy videót készíteni, és mindenféle véleményt szívesen meghallgatok, hogy ti mivel mossátok a pelenkákat. Szóval igazából minden. Úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk a következő videóban. Legyen szép napotok, sziasztok!